Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A feliratból már kiderül, hogy miről lesz szó. A Magyarás nevű disztribúciót, de akármelyik másikat is, amineket tetszik, telepíteni fogjuk a QEMU nevű emulátorra. Ez egy emulátor, azaz csinál neked egy virtuális gépet a számítógépeden, azaz csinálunk egy darab állományt, egy darab fájlt, ami úgy fog viselkedni, mint egy virtuális merevlemez, egy virtuális gép. A QEMU az egy emulátor, ahogy az előbb említettem, egy gépet fog emulálni neked, amivel virtuálisan telepíthetsz egy fájlba bármely operációs rendszert. Ennél lényegesen többet tud, mint amit bemutatok a QEMU, azaz első körben megkeresitek a QEMU-nak az oldalát, és akit érdekel, elolvassa. Gyakorlatilag mi a faék egyszerűségű dolgot fogjuk végigvinni, egy általánosan használt PC-t emulálunk, annak mindenféle eszközével, és felteszünk egy egyszerű disztribúciót. Másfajta, tehát nem személyi számítógépet is tudsz emulálni, tehát ez nagyon-nagyon alkalmatos arra, hogy más hardvereket kipróbálj virtuálisan, és esetleg az ott lévő operációs rendszereket kipróbáld úgy, hogy neked nincs is olyan géped, azaz egy jó pofa kis eszköz. Teszt, kipróbálás céllal nagyon jó ez, azaz egy állomány lesz egy fájl az adott könyvtárban, amit külön könyvtárba szoktam elhelyezni, és annak a törlésével eltünteted az összes nyomát annak, hogy kipróbáltad. Nem kell telepíteni a gépedre valamit, nem kell új partíciót létrehozni, lecsipni a meglévő partícióból, vagy esetleg egy külön lemezt tartani arra, hogy valamit kipróbálj. Ennek van egy hátulütője is. Természetesen az a hardware környezet, ami neked fizikálisan megvan, az nem emulálható pontosan ugyanúgy, azaz egy futó operációs rendszer, jelen pillanatban Linux alatt fut egy másik operációs rendszer, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy legalább két fele meg van osztva a te géped fizikai erőforrással, azaz, hogyha te készítesz, a példába ez lesz, egy 2 giga RAM-mal rendelkező virtuális gépet, az nyilvánvalóan nem olyan sebességgel fog neked futni, mint a 16-32-4 akárhány gigabájttal rendelkező tényleges gépeden. Erre figyelj, egy picit lassabb lesz, de meglátjátok, ez a kicsit lassabb lesz, ez azt jelenti, hogy igazából észre se fogod venni ezt a változást, hogy ez nem az én gépemen fizikailag fut, hanem csak egy emulátorba. És természetesen felmerülhet az a kérdés, hogy miért álltam át a VirtualBox-ról. Természetesen a löketet az adta meg, hogy a Magyarás Discord csatornáján Xeon CPU megemlítette, hogy ők át fognak erre állni, és ebbe fog bemutatni ezt-azt. Na, nyilvánvalóan rögtön eszembe jutott, hát régen én ezt használtam, amikor különböző disztribúciókat ki akartam próbálni, igaz, ennél lényegesen egyszerűbb környezetbe, de ezt használtam és elégedett voltam vele. Na hát most feltoltam a gépemre a QEMU-t, megmutatom, hogyan kell telepíteni, és kiderült, hogy stabilabb, gyorsabb és egyszerűbb, mint a VirtualBox. Azaz látni fogjátok azt, hogy egyszer létrehozok egy gépet, egy virtuális gépet, egyetlen egy parancsorral, és utána arra fogok telepíteni. Nyilván ezt ugyanúgy a VirtualBox-ba is meg lehet tenni, de valahogy én úgy érzem, hogy számomra ez átláthatóbb, kényelmesebb, és van egy olyan érzésem, hogy ez masszívabban dolgozik ugyanazon fizikai hardveren. Ha neked a VirtualBox jobban tetszik, akkor használd azt. Természetesen mindenkinek szíve joga, hogy ő mit használ. Az első lépés, hogy felmész a Magyarás oldalára, nem azért, mert máshol nincs leírva, de Patrick nagyon kényelmesen összeszedten számodra azt a három darab lépést és magyarázatokkal látta el, amivel a QEMU-t te be tudod üzemelni, azaz egy működőképes virtuális operációs rendszert felraksz, azaz nem kell az adott paramétereket neked összeszedegetni. Ha ezeket használod, vagy ezeken egy picit változtatsz, akkor már neked alapvetően egy elindítható, kényelmesen használható virtuális géped lesz, illetve hogyha úgy rakod fel mondjuk a magyarázatot, ahogy ő leírta,
egyszerűség kedvéért nagyon leegyszerűsítem, a meglévő parancsokat bemásolod a parancsorba, akkor már lesz neked egy olyan rendszered, amivel kipróbálhatsz bármilyen virtuális gépen futó operációs rendszert, jelen pillanatban a magyar Ácsot. Azaz három lépés van. Első, telepíted a QEMU-t, meg fogom neked mutatni, hogyan megy magyar Ácson, illetve Arch rendszeren a QEMU telepítése. Nagyon egyszerű, létrehozunk egy megfelelő gépet, természetesen, és a gépet használatba fogjuk venni. Ennyi. Szóval első lépésben felmegyünk a Magyar Arch oldalára, ami nagyon egyszerű, ott van, hogy Magyar Arch Linux org, és megkeresed első körben a letöltések menübe, letöltöd az ISO-t, az adott disztribúciónak a telepítőlemezét, amivel dolgozni fogunk, és én azt javaslom mindenkinek, hogy mivel ez leírás, kövessük végig ezt a leírást, és akkor nagy balhét, nagy hülyeséget nem tudunk tenni, hiszen a leírás végigvezet bennünket a telepítésnél, és kényelmesebb természetesen nem egy másik operációs rendszerrel kipróbálni, hanem egyszerűen csak végigmenni, sorvezető mentén végigmenni a leírásnál. Hát nyilvánvalóan utána, miután letöltötted ezt az ISO fájlt, elkezded ezt olvasni. Na, nézzünk is egy telepítést. A telepítés nagyon egyszerű. Én felmegyek ide. Sudo pacman kötőjel S, nagy S, QEMU. Ennyi. Leenterezed, megadod a jelszavadat, megpróbálod nem eltéveszteni a jelszavadat. Ő elmondja nekem azt, hogy hát bizony, Lacikám, már fönt van a QEMU 520 kötőjel 3 verziójú eszközöt, hát föltelepítsed még egyszer. Na hát, hogy lássátok, hogy milyen gyors, leigenezem, ennyi, feltelepítette. Ez egy picike kis eszköz, azaz nehogy azt higgyétek, hogy most valami iszonyat nagy tárhelyfoglalású és különböző nagyon-nagyon sok mindent lehozó eszköz, ez valóban csak a virtuális környezetet hozza le neked, és nem azokat az ISO telepítő fájlokat, amiket neked külön-külön le kell húzkodni, hiszen nem mindegy, hogy Magyar Arch-ot akarsz telepíteni, vagy Fedorát, vagy a Linux, mint új verzióját szeretnéd kipróbálni, azaz látható volt, hogy ez nem egy agysebészet. A következő gondolat, amit érdemes megtenni, és véleményem szerint mindenképp tegyetek meg, hozzatok létre a leggyorsabb lemezeteken egy könyvtárat. Miért? Mert hogyha ebbe a könyvtárban dolgozol, ebben a könyvtárban készíted el a virtuális gépedet, vagy gépeidet, akkor természetesen egy helyen lesz minden. Ez azért jó, mert 2 perccel, 5 perccel, 10 perccel ezelőtt létrehozott virtuális gépet itt nem látjátok, igaz? Miért nem látjátok? Azért, mert kitöröltem. Azaz, hogyha egy virtuális gépet el akarsz tüntetni, a létrehozott fájlt kitörlöd, és utána már új, tiszta lappal tudsz indulni. Oké, menjünk is vissza a Sugo oldalunkra, a Patricknek a leírására. Ő elmondja, hogy hogyan hozol létre egy 30 GB-os merevlemezen lévő állományt, ami egy virtuális gépnek az alapja lesz. Én azt mondom, hogy nyilvánvalóan ezt a parancsot be tudod gépelni, és a nevet meg tudod változtatni, hogyha neked tetszik. Nem fogjuk megváltoztatni jelen pillanatban. Én kifejezetten ezt a leírást szeretném követni. És a végére, hogyha esetleg nem ekkora, nem nagyobb, kisebb, közepesebb gépet akarsz létrehozni, akkor megváltoztatod a méretet. Nagyon egyszerű parancs, csinálj már egy ilyen beállítású, ilyen egy típusú fájlt, aminek ő lesz a neve, olyan nevet adsz neki, amit akarsz, és mekkora méret legyen. Nagyon egyszerű, fogod, kimásolod, bemegyünk abba a könyvtárba, a teszt könyvtáromba, amiben dolgozunk, itt nyitunk egy terminált, és bemásoljuk, vagy begépeljük, ha valakinek gépelési mániája van, ezt az adott parancsot. Felhívom a figyelmet, hogy én azért merem bemásolni ezt a parancsort különösebb átnézés nélkül, bár az előbb átnéztük, megnéztük, hogy mit jelent, mert én megbízok ebbe az oldalba, és megbízok a szerkesztőbe, aki ezt a cikket közzétette.
Ha hát ennél kevésbé megbízhatóbb helyről, vagy akárhonnan, akár az én honlapomról másolsz egy parancsot, akkor légy szíves minden egyes betűjét átnézni, nehogy véletlenül valami hiba legyen benne. Ebben nincs, hiszen az előbb kipróbáltam, azaz be lehet másolni, de más oldalakról azért nem mindenképp kellene mindent, mindenfajta fórumokról innéd-onnan összeszedett parancsot ész nélkül másolni. Ennyi. Na, mi van? Ennyi. Kész, vége, megcsinálta, villámgyorsan elkészítette az adott fájlt. Ez, megnézzük, hogy mekkora, jó? Nézzük is meg, hogy ez mekkora, itt van, látjátok, testing image, IMG, nagyon szuper. Nézzük meg azt, hogy őneki milyen információi vannak. Hoppá, azt mondtuk, hogy 30 giga, ő meg 192,5 kilobájtos izét hoz létre, itt valami probléma van, nincs. Ez egy értelmes program, és nem azt mondtuk neki, hogy hozzá létre egy 30 gigabájtos állományt, hanem azt mondtuk, hogy maximum 30 gigabájtos lehet az az állomány, és csak akkor fogja a méretét növelni, amikor arra szüksége van, azaz egy dinamikus dolog lesz, ha te 10,5 gigát fogsz telepíteni rá, akkor 10,5 gigabájtos lesz a géped, és nem 30-at fog elfoglalni a merevlemezről, azaz előfordulhat az, hogy hát bizony te túlméretezed, itt túlméreteztük a méretet, biztos, ami biztos, akkor se fogja elfoglalni az egész megadott méretet, csak annyit fog használni, amennyi neki éppen kell. Oké, elkészítettük azt, ami lesz a gépünk, meggyőződtünk arról, hogy valóban igaz a leírás, hogy bizony akkora állományt hoz létre, amekkorára neki szüksége van, mivel hogy most nulla, azaz semmi nincs ebbe a gépbe belerakosgatva, nem telepítettünk rá, a bizony semmi, alig-alig valamennyit foglal el. Meg lehet nézni, hogy lejött nekünk a Magyar Arch Linuxnak az ISO fájla, én ide a egyéb erre rendeltetett könyvtárba is beszoktam másolni, mert akkor nem kell megadni az egész elérési utat, bár most a példába a letöltések és egyéb ISO nevét teljesen megadjuk, de nyilvánvalóan, hogyha saját könyvtárba van, és ott megtalálható, akkor nem kell az egész elérési utat megadni. Nem nagy dolog, de én egy helyen szeretem tartani. Nézzük is meg, hogy ezután mit kellene csinálnunk. Oké, elolvassa mindenki, amit ide Patrick leírt, és nagy örömmel látjuk, hogy van egy kész, hosszú, és a magyarás Linux jelen pillanatában. Tehát, hogyha esetleg fél év múlva nézelgetitek ezt a leírást, azért itt a nevére figyeljetek, ha véletlenül nem lesz átjavítva például a 2021.04-re, mert mondjuk 2 hónap múlva fog megjelenni az új telepítőlemez, akkor ne csodálkozzatok, hogy nem fog ez így konkrétan működni, természetesen, hiszen a név megadása fontos. Oké, kaptunk egy jó hosszú parancsot, amit Patrick nagyon-nagyon-nagyon szépen kifejt. Gyakorlatilag, hogyha kapsz egy leírást, az illik elolvasni, nem azért, hogy megtiszteljük a leírót, az elkészítőt azzal, hogy a munkáját nem csak a 3 parancsot szépen bemásoljuk és örülünk neki, hanem megnézzük, hogy ő mit gondol, hogy ami fontos, mi fontos egy parancsorba, természetesen a paraméterek. Első körben paraméterezi az, hogy mekkora RAM-ot használhat, maximum az a gép, azaz 2 giga RAM-ot ad neki, és én úgy gondolom, hogy akinek 16-32 giga RAM-ja van, ez szépen átjavíthatja egy kicsit magasabb összegre, hiszen annál gyorsabban fog működni a virtuálisan létrehozott géped. A másik gondolat, itt azért lehet egy kicsit trükközni a memória mérettel, hiszen hogyha te arra vagy kíváncsi, hogy az adott disztribúció, az adott operációs rendszer 1, 2, 5, akármennyi gigarammal hogyan működik, bár neked nagyon-nagyon sok van, ki tudod próbálni, hogy meddig tudod levinni a RAM számot, és örülni neki, hogy 1 gigarammal vagy 2 gigarammal el fog futni. Megnézhetitek, hogy egy alaptelepítés 2 gigarammal milyen villámgyorsan le fog nekünk forogni. Higgyétek el, azért jó a Linux, illetve a jól beállított Linux, mert viszonylag kevés RAM fogyasztása van,
azaz kisebb, régebbi gépeken is működni fog. A boot, azaz az indítási sorrendet megadja, természetesen mivel mi az ISO képről fogunk telepíteni, hát megmondjuk neki, hogy a CD-ROM, a virtuális CD-ROM-ról legyen szíves indulni, hiszen akkor fog indulni a telepítés, idézőjeles merevelemeze ennek a gépnek üres. A KVM engedélyezése, ez a virtualizáció engedélyezése, ezt mindenképp adjátok meg, gyorsabb, sokkal gyorsabb lesz minden, azaz gyakorlatilag ezt érdemes használni. Hozzáteszem, ha még nem használtál virtuális gépet, VirtualBoxot, QEMU-t, akármit, akkor ha véletlenül valami nem megy, akkor nem a leírás, a QEMU, a Linux, meg mindenki hüle, hanem egyszerűen ki kell kapcsolnod a gépet, majd újraindítani, belépni a BIOS-ba, és ott engedélyezni a te processzor alaplap kombothoz azt, hogy a virtualizációt megcsinálja AMD-nél is, Intel-nél is más, ennek utána kell nézni, vagy végigböngészed a BIOS beállításokat, és ezt engedélyezni kell. A kötőjel végül a VRTO azt jelenti szimulálni egy általános, kényelmes, virtuális gépet normál hardveres korlátozások nélkül. Na hát használjátok ezt, majd amikor már egy-két telepítésen, virtuális telepítésen túl vagytok, menjetek fel a QEMU oldalára, és utána nézzétek meg, hogy milyen eszközt, hogyan, miképp tud engedélyezni, letiltani, meg egyéb. Alapesetben, hogyha egy disztribúciót szeretnél kipróbálni, ez bőven jó lesz neked. Egynél több magot használjon az operációs rendszer. Az, hogy neked hány mag van a processzorodban, azt te fogod tudni. Ez az SMP4 azt jelenti, hogy 4 magot fog használni a rendszer. Ha neked van 2 magos processzorod, nyilvánvalóan akkor nem tudod megadni neki a 4-et, hanem az 1-et kell megadni, hiszen a másik processzor magon a natív telepítési operációs rendszeret fog futni. Ha neked 16 magos a processzorod, akkor nyilvánvalóan nem nagy értelme van 4-en tartani, hanem föl lehet tenni 8-ra, 12-re, így relatív gyorsabban fog működni a virtuális gépet. Itt is igaz, hogyha neked az a célod, hogy megnézd, hogy egy operációs rendszer 1, 4 vagy 2 magon hogyan működik, meddig tudod levinni a hardware minimalizálását, akkor természetesen megpróbálhatod egy magon is, lassabb lesz sokkal. Ennek az opció használatával a NET felhasználó engedélyezzük, hogy egy Ethernet internet kapcsolat elérhető legyen a futó virtuális gépen. Na, hogy ezt szeretnénk, jó? Maradjunk annyiba. Oké, maradjunk annyiba, ez számotokra nagyon fontos, hiszen különben nem fog frissülni a rendszered, illetve telepítésnél is problémák lesznek. Kötőjel HDA, Testing Image, IMG. Hát itt megadod azt az image-et, az előbb létrehozott picike kis fájt, a virtuális gépednek a merevelemezét, a gépet, azt, amit létrehoztunk, logikus, ennélkül nem fog működni, és pontosan azért érdemes nem jó hosszú nevű virtuális image-eket létrehozni, amivel leírod az egész életrajzodat, hanem 1, 2, 3, 4 betűvel jelölni őket, mert bizony, ha itt elütöd, akkor gondolkodhatsz, hogy mi volt az, ami nem működik, mi az, ami bosszantó. Egyszerűsítsük le az életünket, és megmondjuk neki, hogy a CD-ROM-ról, az ISO fájlról légy szíves indulni, hiszen ezt szeretnénk telepíteni. A kurzor engedélyezése történjen meg. Hát nézzük is meg, hogy ez a parancs, amit én most megint elmondok, hogy én bemásolom, mert 20 perccel ezelőtt, fél órával ezelőtt szépen működött, most is fog működni, azaz abba a könyvtárba belépünk, amiben a előbb elkészített kis IMG fájlunk van, és bemásoljuk ezt a parancsot. QEMU, a memóriát megadtuk, megadtuk a HDA mögött, hogy mi melyik gépet akarjuk használni, létrehozott pont egy van, ezzel a névvel erre figyeljetek, és megadtuk neki, hogy a letöltések, magyarács, akármilyen ISO-ról szeretnénk telepíteni, enterezzük le a parancsot. Látható, nem? Úgy meglepődtem, mint a fene az első pillanatban. Miért? Mert a VirtualBoxhoz voltam szokva, és ott nem ilyen gyorsan dobta elém a
indító képernyőt, hanem hát egy picit várt. Ez villám gyorsan, látjátok, pedig elég kicsike kis gépet hoztunk létre, egy 2 gigás akármilyen memóriával, hát nem hiszem, hogy 2 gigás gépek nagyon ugrabugrálnának, 4 magas, hát az azért még elfogadható gép. A telepítés megindult, észrevette, hogy hát bizony neki, Isten bizony, hogy nincsen videókártyánk, nyilvánvalóan a virtuális gépben nem vacakoltunk a videókártyák beállításával, és a telepítést végigcsináljuk. A telepítést nem fogom nagyon végig magyarázni, rengeteg olyan videót készített, 2-3-4 olyan videót készített Xeon CPU, amiben a telepítés lépéseit elmagyarázza, itt csak végig fogok menni. A adott stabil verziót fogjuk feltenni, egyébként ha rákattintasz a teszt verziót megkapod, leokézod, megkapod, hogy nem englisül, hanem magyarul akarsz dolgozni, a partíció beállítása, automatikusan particionálunk, ha szeretnéd a nem automatikus partíciózást kipróbálni, virtuális gépen nagyon-nagyon jól meg tudod tenni, mert ha eltolod, akkor sincs probléma, hiszen a virtuális környezetnek az az előnye, hogy bármit eltolsz, akkor fogod a fájt és letöröd, aztán csinálsz egy olyat, fél másodperc alatt elénk dobta a gépet, és utána ennek parancsnak lefuttatása után újra eljutsz ide, és akkor megint variálhatsz a partíciókkal. Oké, nem a lemezen, hanem az SDA ideírja, hogy QEMU Hard Disk, más, tehát fizikai merev lemezhez nem fogsz hozzáférni, erre nagyon figyelj, tehát itt 101%, na jó, 99,9%, hogy nem tudsz eltolni semmit, azaz ledarizni egy olyan merevlemezt, amin neked valami van, figyelmeztet, nyilvánvalóan a rendszer nyelve legyen magyar, akkor a billentyűzet legyen magyar, akkor a tartózkodási hely legyen Európa, Budapest, UTC, időzóna beállítása, felhasználói jelszó, megadjuk, hogy én vagyok a Laci, kisbetűvel kezdődnek a nevek mindig, mert sokan belementek abba, hogy nagybetűvel írták, aztán nem indult a rendszer. Bocsi, ez így van, Unixon, Linuxon, maradjunk annyiba, kövessük a standardot. Oké, akkor a kernelt ki tudod választani, bash lesz az adott környezetünk, a shell környezetünk, nem fogunk vele killodni, ha nem indítok el nyomtatót, nem lesz szombank, csak föltesszük a rendszert, megnézzük, hogy mit sikerült összehozni, videókártyánk nincs természetesen, hiszen nincs a virtuális gépben videókártya, indítás vezérlő legyen ő, kipróbálhatsz mást is, ha jobban tetszik, és kiválasztod az adott környezetet, amit szeretnél telepíteni. Én az érdekesség kedvéért, mivel hogy ezt még nem telepíthetem se natívan, se virtuálisan, az i3-at fogom feltenni Polybarral. Nagyon jó, nézzetek meg, most egy kicsit kitérek, van az i3 magyarás telepítésre lehetőség, ez a hagyományos, a i3-hoz tartozó kis csikocskát fogja fölrakni, bárt fogja fölrakni, és megcsinálta a Xeon CPU 2 rendszerhez azt, hogy emlékszem 2-höz, hogy Polybart is lehessen használni, mert sokan meg a Polybart szeretik. Ezért jó a magyarás, mert hogyha normális hangnembe előterjeszted a kérésedet, hogy hát igen, hát igazából a Polybar nem megy, ezzel nem tudom, akkor elkészíti esetlegesen a rendszert Polybar összekötéssel is. Hát bizony az i3-hoz elkészült a Polybar, ami ennél egy kicsit haladóbb és nehézkesebb egy amatőrnek, kezdőnek megcsinálni, az X-Monadhoz is elkészítette a Polybaros verziót, feltelepítjük az i3 Polybar verziót, leokézzük, egyéb alkalmazások, azokat nem fogjuk föltenni, és utána, ami nagyon fontos, figyelj rá, rendszerbeállító beállítása. Itt is nagyon-nagyon-nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, mert ez a rendszerbeállító nem a te gépedre, a te boot szektorodba fog belepiszkálni, hanem csak a virtuális géphez fér hozzá, és esetleg a megszokott group helyett te úgy gondolod, hogy a RefinD-t szeretnéd kipróbálni, mert az életben nem használtál ilyet, és meg akarod nézni, hogy ez most hogyan kell beállítani, micsoda, akkor itt beállítod, virtuális gépnél beállítod, és rettenetesen örülsz neki, hogyha még ha nem is tetszik, meg össze-vissza állogattál már benne bármit, a virtuális gép kikapcsolása és letörlése után
bizony az alaprendszeredhez nincs hozzányúlva, és utána megint készítetsz egy gépet, leokézod. Hova szeretnéd telepíteni SDA lemez, ez az virtuális merev lemezed, és leokézod az FD0, az a floppy lemez, arra nem kéne telepíteni. Oké. És elindítod. És leokézod, és elindul. Én nem fogom ezt neked végig vezetni, hogy a bár itt fut, és mit csinál. Közben, amíg ő telepít, nézzük meg a gép, megállítás, újraindítás, leállítás és kilépés a virtuális gépből. Tehát nem az operációs rendszeredet, nem a fizikai gépedet, ami itt van az asztal mellett fogod leállítani, újraindítani egy gép, hanem a virtuális gépedet. A nézetnél igazából nincs semmi olyasmi, amivel neked különösebb dolgod lenne, be tudod állítani azt, hogy mekkora legyen a képed, maximális kicsinyíted, nagyítod, most full screenbe van, látható itt az X-monád fülei, és alatta az én tintkettes panelom, tehát én nem ezeket a panelokat, amikről előbb beszéltünk, hanem egy más panelt használok, ennyi, tehát itt lehet egy kis beállítást tenni, nem igazán nagy dolgokat változtatsz, de a kicsinyítesz, nagyítasz, hozzáteszem, kicsinyítés, nagyítás gyakorlatilag a ablakkezelőknél teljesen fölösleges, hiszen az ablakot, a megjelenítő ablakot te simán tudod méretezni egy ablakkezelőnél, de teljes méretben fog megjelenni neked az indításkor a monitoron a virtuális gép, nem egy kis ablakocskába, nem össze-vissza ide-oda, hanem szépen normálisan, és kényelmesen, korrektül, gyorsan fog a dolog menni. A telepítés végét megvárjuk. Miután a telepítés lefutott, nyilvánvalóan újraindítjuk a virtuális gépet a telepítő rendszerben. Ezt hangsúlyozom, hogy megnézzük, hogy valóban a telepítés megtörtént-e, minden oké. Oké, elindul, lefut a rendszer, és oda mész, hogy boot exiting OS, tehát a telepített rendszert szeretnéd indítani, és megkapod természetesen azt az indítóképet, mint amikor feltelepítettél egy Linuxot, és utána egyértelműen hát kiválasztod azt a kernelt, hogyha többet raktál föl, ami kell, elindult, megkapod a bejelentkezési képernyőt, és megadjuk a jelszavunkat, és bejelentkezünk, nem fogjuk ám túlzásba vinni a nézelődést, csak bejelentkezünk, hogy ez működik. És indítás után mit kaptunk? Megkaptuk a megszokott sugot, ezt nyilvánvalóan elolvassa mindenki, billentyű kombinációk, pár szó, leírás, pár oldal, öt oldal, gyakorlatilag nem lehet ez nagy agysebészet ezt elolvasni, kijegyzetelni. Én azért javaslom a kijegyzetelést, hogy a billentyű kombinációkat megszokd, azaz nyilván, hogyha valamit el akarsz indítani billentyű kombóval, akkor ne az egész leírás kelljen átnézni, kijegyzeteled, 5-6 olyan kombináció van, ami alapesetben fontos számunkra, és látható, rendesen elindult a polibár, elindult, örülünk neki, amire figyeljünk. Itt az 1,9 gigánk megvan, memória, és az egész hóbelebant a panellal, az operációs rendszerrel, és a sugóval 200 megányi RAM-ot használ, ami egy elég kellemes, minimális, ahhoz képest, hogy az i3 egy komoly ablakkezelő, nem csak annyit tud, hogy megjelenítheti az ablakokat, egy ablakot megjelenít és kész, hanem komolyan beállítható, de erről már volt szó. Miután kigyönyörködtünk magunkat az új operációs rendszerünkbe, ami természetesen használható, és dolgozni is fogsz tudni vele, ki tudsz rajta bármit próbálni, és hozzáteszem, bár én a magyar Arch-ot mutattam be, de a többi Linux disztribúció telepítése virtuálisan, pontosan ilyen lépésekből áll, azaz felrakod a QEMU-t, elindítod azt a parancsort, a megfelelő parancsort, hiszen ezen változtatni kell, hogyha letöltött képfájnak a neve más, természetesen más lesz, elindítod, végigmész az összes lépésen, és utána kipróbálod a rendszert, majd becsukod az ablakot, leállítod a virtuális gépet, becsukod az ablakot. Ha újra szeretnéd indítani, nem azt a parancsort érdemes használni, amit az előbb az indításhoz, a telepítéshez használtunk, ahogy Patrick is elmondja, hogy bizony itt a
CD-ROM helyett meg fogjuk neki mondani, hogy hol induljon, és egy kicsit át kell írni a indító parancsort, a memória, a boot, az egyéb, ha ugyanaz, tehát gyakorlatilag ugyanaz, ami igazából megváltozott itt a végén, a kötőjel HDA, testing, kötőjel image, IMG. Azaz, azt a image-et adod meg, azt a virtuális gépet adod meg, amelyet te már beüzemeltél, így nem a CD-ről, a telepítő image-ről fog indulni, hanem rögtön annak a kihagyásával elindítja a virtuális géperet. Nagyon-nagyon egyszerű a dolog. Ez a parancsor viszonylag hosszú, és hát nem mindig szeretnénk idejönni, bemásolni, egyéb érdemes is egy aliaszt készíteni. Annyi különbséggel, hogy ide a testing elé, tehát az image név elé szépen beírod annak az elérési útvonalát, és akkor akárhonnan a gépedből indítod az aliaszt, azaz a parancs rövidítéses megoldást. Nézzünk is hozzá egy példát, én abba a könyvtárba vagyok, látható a QEMU könyvtárba vagyok, és elindítom az image-et, és el is indult. Ennyi. Gyakorlatilag ugyanúgy el fog indulni, mint ahogy az előbb láttad, és használni tudod majd ezt a rendszert. Én nem vártam meg az indítást, teljesen fölösleges, elindul, ugyanaz kapod, mint az előbb, és utána használod, azaz bármilyen olyan operációs rendszert, bármilyen olyan emulált gépet ki tudsz próbálni, amit a QEMU ismer. Operációs rendszer jelen pillanatban a Linux disztribúciók közül szerintem a legtöbbet, ahol nincs a virtualizáció letiltva, el fogod tudni indítani, azaz nem lehet olyan problémát, hogy te hallottad, hogy a kutyafüle disztribúció, legyen ez a neve, nehogy valaki megsértődjön, milyen jó vagy rossz, vagy mennyivel szebb, mennyivel csúnyább, mint amit te használsz, és akkor telepíteni kell a gépedre, és utána kiderül, hogy mégse jobb, mégse rosszabb, mégse nem kell neked, nem neked való, nem tudod használni. Ez jellemzően olyan operációs rendszereknél, olyan Linux disztribúcióknál szokott előfordulni, ami haladóbbaknak készült, tehát mondjuk az ablakkezelős rendszerek, vagy az Xmonadot szeretnéd kipróbálni, vagy éppen hallottad azt, hogy az Xmonadhoz elkészítették úgy a konfigurációt, hogy az bizony ott legyen a polibár, és az úgy nagyon szép, és hát ki akarod próbálni, hogy az milyen, meg tudod tenni kockázat nélkül, azaz nem kell feltelepíteni fizikailag a gépedre, hanem természetesen virtuális gépet használva villám gyorsan el tudod dönteni, kis próbálgatás után, hogy ez működik vagy nem, de mielőtt befejezzük, nézzük is meg, hogy mi az, ami számunkra fontos. Rámegyünk, nézet, nem, info. És mit kapunk? Azt mondja, hogy 8,2 gigabájtnyi lemez területet foglal el. Piciből csináltunk nagyot, és ez dinamikusan fog változni, ha programokat telepítesz. Ebből rögtön ki is derült, hogy 8 giga a minimális telepítése a magyar árcsnak. Ebbe bent van, természetesen is erre nagyon-nagyon figyeljünk. Alaptelepítést csináltunk, a swap is, azaz ennyi lemezterület mindenképp kell a magyar árcsnak, mondjuk egy 10-15-20 giga az, amin kényelmesen el lehet barkácsolni, 30-40-50, úgyhogy ha mindent fel szeretnél rakni, annyi azért kell, tehát a 40-50-et azért érdemes számolni, hogy a felhasználói programok is kényelmesen fussanak, és ne kelljen állandóan törölgetni, vagy éppen tisztítgatni, purgálni a rendszeredet. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Gyakorlatilag feltettük a QEMU-t, megismerkedtünk a virtualizáció alapjaival, miért jó neked, hogyan működik, mármint hogyan működik fizikailag, hogyan hozol létre egy image-et, amiben majd telepítesz, majd beletelepítettünk egy rendszert, és átnéztük nagyjából azt, hogy az a telepítés hogyan működik, és megkaptunk egy jól és kényelmesen használható virtuális magyarázs verziót. Köszi szépen, sziasztok!